Jó napot kívánok, ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán, Radecki Viktor vagyok. Emberek közé hajtott egy autós reggel a berlini állatkert közelében, heten megsérültek, hárman súlyos állapotban vannak. A szemtanúk sokkos állapotba kerültek, mintegy 60 mentő és tűzoltó érkezett a helyszínre. A rendőrség robbanószereket is keres. A gázoló autóban egy férfi ült, őt letartóztatták. Most kapcsolunk németországi tudósítónkhoz, Wolf Nagy Tündéhez. Mit lehet tudni eddig a gázolóról? Jó napot kívánok! Azt lehet tudni, hogy egy 24 éves férfiről van szó, egyedül ült az autóban. A férfi berlini lakos, és itt mögöttem láthatják azt a lezárt zónát, ahol ez a baleset vagy támadás történt. Egyelőre ez még nem teljesen világos. Minden esetre ez az az autó, ez a Mercedes, fekete Mercedes, amellyel az emberek közé hajtott. Az autónak észt rendszáma van. Itt történt, ahogy mondtam, a baleset, látják, le van zárva mögöttem a környék. Ebből a kis utcából, ez ugye, ahogyan te is említetted, a Bahnhof Zoo, vagyis az állatkert körüli csomópont, rendkívül forgalmas, éjjel-nappal forgalmas. Ebből a kis utcából hajtott ki, vagy kanyarodott a térre a fekete Mercedes nagy sebességgel. Valószínűleg a 24 éves férfi elvesztette az uralmát az autó fölött, és így rohant az emberek közé. Hát ahogyan látják, itt mögöttem az autó mellett is állnak rendőrök, úgyhogy még mindig folyik a nyomozás és a tanúk, a szemtanúk kihallgatása. Egyelőre a rendőrség azt mondta, hogy politikai motivációt nem lát az eset mögött, vagyis nem terrortámadás történt. Ennek ellenére az autót átkutatták olyan kutyákkal, amelyek robbanó szerkezetet kerestek, úgyhogy azért még nem kizárt, de nagyobb a valószínűség annak, hogy baleset történt. Heten sérültek meg, ahogyan te is mondtad, közülük hárman súlyosan. Az egyik sérült, az autó alászorult, őt onnan kellett kimenteni, és őt újra is kellett ereszteni. Őt egy mentőhelikopter szállított a kórházba. Wolf Nagy Tündének egyenlőre köszönjük szépen. Előzetes letartóztatásba helyezték a nánti tűzeset miatt egyszer már őrizetbe vett önkéntest. A templomban mise szolgaként dolgozó ruandai férfit egyszer már szabadon engedték, most azonban beismerő vallomást tett. Szándékos gyújtogatás miatt indítottak ellene vizsgálatot. A nyugat-franciaországi gótikus katedrálisban egy hete három helyen is tűz ütött ki. Jelentős károk keletkeztek, megsemmisült a 15. században épült orgona, és betörtek a festett üvegablakok is. Lakóépületre zuhant egy ultrakönnyű repülőgép a németországi Essen környékén. A baleset során kigyulladt és teljesen kiégett a társaság legfelső lakása, amelyben egy asszony élt a 2 éves gyermekével. Őt könnyebb sérülésekkel kimentették, de úgy tudni, a nő és a repülőgép 2 utasa is meghalt. A tragédia okát egyelőre vizsgálják, de a rendőrség szerint a gép a levegőben valószínűleg szétesett. Erre utal az is, hogy a környéken több alkatrészt találtak szétszóródva. Drámaian elfajultak az Egyesült Államokban zajló zavargások, döbbenetes felvételek kerülnek elő a radikális baloldali aktivisták viselkedéséről. Egy sokkoló fotón egy afroamerikai aktivista úgy harcol a faji egyenjogúságért, hogy közben egy 2 éves fehér kisgyermek nyakán térdel, aki rémülten zokog a földre teperve, miközben egy másik fekete férfi hátraszorítja a kezét. Megrázó képek következnek. Horrorba illő jelenetet ábrázoló fénykép futott körbe a napokban az interneten, amelyen egy radikális baloldali Black Lives Matter aktivista egy síró fehér 2 éves kisgyermek nyakán térdel, írja a V4-en a nemzetközi hírügynökségre hivatkozva az Origo. A kép egyértelműen George Floyd halálának körülményeire utal. Az elkövető Isaac Jackson, aki a hírek szerint a gyermek édesanyjának barátja, 20 éves antifasiszta mozgalmár. A Clark megyei sheriff hivatala azonnal nyomozni kezdett az ügyben, a férfit rövid időn belül letartóztatták. A nyugati parti Portlandben is már hetek óta zajlanak az erőszakba torkolló zavargások. Ezt mutatja be ez a videó is, amely a napokban került fel az internetre. A Városi Szövetségi Bíróság előtt 4-5 éves afroamerikai gyerekek vonulnak. A kezükben tartott táblákról a radikális baloldal vulgáris kifejezéseket sem nélkülöző jelmondatai köszönnek vissza.
A felvételt készítő férfi felszólítására a vonuló gyerekek őklüket a magasba emelik. A lakosság jelentős része már belföldi terroristákat emleget az utcai eseményeket kommentálva. A felvételek is arra utalnak sok esetben, hogy a zavargásoknak már nem feltétlenül van közük George Floyd halálának körülményeihez. Gyakori, hogy feketék erőszakoskodnak más feketékkel. A George Floyd halála utáni napokban arra is volt példa, hogy a portlandi megmozdulások fehér és latin-amerikai résztvevői csoportosan üldöztek, majd fellöktek egy férfit, akit miután eszméletét vesztette, erőteljesen fejbe is rúgta. Donald Trump amerikai elnök Chicago és Portland mellett több nagyvárosba is szövetségi rendfenntartó erőket küld az elharapózó erőszakos bűnözés megfékezésére, tudatta még csütörtöki közleményében a Fehérház. Közben újabb tüntetés torkolott erőszakba az Egyesült Államokban, Seattle-ben a rendőrök könnygázzal oszlatták fel a tömeget. A rasszizmus elleni demonstrálók megpróbáltak felgyújtani egy építés alatt álló börtönt, ekkor kezdték el a rendőrök oszlatni a tömeget. Az összecsapások során egy ember megsérült, de más városokban is voltak zavargások. Austinban egy tüntetésen egy embert agyonlőttek, Denverben pedig valaki autóval hajtott a demonstrálók közé, és egy tüntetőt is meglőttek. Országszerte 225 helyre riasztották a tűzoltókat a tegnapi vihar miatt, több települést is megbénította a rengeteg eső, főleg Somogy és Zala megyében volt nagy a baj. Böhönyén csónakkal mentették az embereket, a csapadék miatt folyóvá duzzadt a Rinyapatak, a víz házakat veszélyeztetett, így többeknek is el kellett hagynia az otthonát. Mihált községet elvágta a külvilágtól a csapadék, a településre vezető hidat pedig elmosta a víz. Megdőlt a napi csapadékrekord is, Liszóban pedig tegnap óta zajlik, folyik a víz a közeli dombokról. A Zala-megyei Galambokon a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt kiöntött a település határában lévő halastó, mintegy 200 embert kellett emiatt kitelepíteni. A helyszínen van tudósítónk, Kósi Zsolt, mi történik most a településen? Jó napot kívánok! Egészen borzasztó látványok tárulnak elénk, bárhova megyünk Zala megyében, főleg itt a déli részeken, és ez alól sajnos valóban Galambok sem kivétel. Meg is tudjuk mutatni, hogy ez volt az a gát, ami tegnap délután 5 és 6 óra között egyszerűen átszakadt, mint egy 3 méteren. Ez még talán nem is tett volna baj, ha egy erdős részre folyik, azonban ez alatt a halastó alatt, ami lassan kiürül egyébként, van egy másik, és az a másik belefolyik az itteni patakba. Nos, ott is áttörött a gát, és gyakorlatilag onnantól a patak, amit látott, vitt. 200 embert kellett kimenekíteni, ez mintegy 60-80 lakó ingatlant jelent egyébként. Öröm az örömben, hogy az emberek az éjszaka folyamán visszatérhettek házaikba, csupán 3 család volt, akit nem tudott visszamenni a saját lakóingatlanába, őket rokonoknál szállásolták el. Jelenleg zajlik a károk felmérése, nagyjából azt jelenti, hogy a Szabó Tamás polgármesterrel beszélve, hogy 100 milliós károkról lehet szó. Ez a halastó, ami itt mögöttem van és lassan kiapad, ebben 20 év munkája van a helyi horgász egyesületnek, itt biztosan óriási lesz az anyagi kár. Hatalmasak tehát a károk, Kósi Zsoltnak köszönjük szépen a legfrissebbeket, és megyünk tovább a Somogy megyei Nagyatádra, ahol továbbra is komoly gondot okoz a kiöntött Rinyapatak. Víz alatt van a strand, az uszoda, beszakadt az úttest, a település pedig több felől nem lehet megközelíteni. Komáromi Krisztina jelentkezik a helyszínről. Folyamatosan dolgoznak ugye a károk elhárításán, mik a legfrissebbek? Jó napot kívánok! Mögöttem folyóként hömpölyög a Rinyapatak, amely tegnap este 10 óra körül kezdett el emelkedni, és az eddig valaha mért legmagasabb vízszintet is meghaladta, majdnem 1 méterrel. Idáig itt Nagyatádon 249 cm volt a legmagasabb vízmagasság, ez mára megdőlt 344 cm-rel tetőzött a Rinya ezen a városrészen, és gyakorlatilag, ha eltekintünk
egy másik irányba, akkor azt látjuk, hogy a Rinyapatak egy halastó és a malomárok, a helyiek által malomároknak nevezett rész egy hatalmas ártérré duzzadt jelen pillanatban. És valóban úgy van, hogy tulajdonképpen a városba bevezető szinte összes utat lezárták a katasztrófavédelem, illetve a rendőrség munkatársai, hiszen mindenhol megrepettek a hidak, megrepettek az utak, úgyhogy egész egyszerűen azt várják most, hogy egy kicsit lejjebb csituljon az ár. Tegnap este 10 óra óta önkéntesek megfeszített munkát végeznek azért, hogy valamennyire megvédjék az ingatlanokat, és megvédjék például a vízművet is, amely szintén víz alá került, nem tudták megóvni. És ez azt is jelenti, a Dunántúli Regionális Vízmű ZRT hivatalos oldalán is olvasható már, illetve közösségi oldalán is olvasható egy felhívás a nagyatádiak számára, hogy a délutáni óráktól korlátozva lesz a víz fogyasztás, illetve ivóvíz az csak úgy fogyasztható majd, ha előzetesen a helyiek felforralják a vizet. Hogy ez mikor normalizálódhat, egyelőre nagyon nehéz megmondani, akkor várható majd a károk felmérése is, hogyha a Rinya alább hagy és normalizálódik a helyzet itt a településen. Folyamatosan figyeljük az eseményeket. Komáromi Krisztinának köszönjük szépen. Közben a tengeren túlon is nagyon komoly gondokat okoz az időjárás. Elért az idei első hurrikán az Egyesült Államokat. A vihar Texasra csapott le, miközben a Hawaii-szigeteket is hurrikán fenyegeti. A szél ott akár 190 kilométeres is lehet, így a helyiek elkezdték felvásárolni az élelmiszereket, az ablakokat pedig bedeszkázták. Megérkezett az Egyesült Államokba a Hanna hurrikán. Helyenként 145 km/h szélviharral érte el Texas államot, alaposan megtépázta a Corpus Christiben kikötött hajókat, és a házakról is letépett mindent, ami mozdítható volt. Mikor kinéztem az ablakon, láttam, hogy a pálmafákat tépázza a szél, szörnyen nézett ki, mondja ez a helybéli. A hatalmas szél a dagállyal együtt érkezett, így a tengervíz elárasztotta a partot, több földcsuszamlást is okozott a texasi partvidéken. A koronavírus járvány is nehezíti a védekezést. Ma már nem a keleti parti nagyvárosok, hanem a déli államok, köztük Texas az egyik legfertőzöttebb az Egyesült Államokban. A kórházak tele vannak COVID-fertőzöttekkel, így a vihar okozta sérüléseket nem lesz hol ellátni. Az esetleges sérültek számára ezért egy szükségkórházat alakítanak ki a texasi Mercedes város kosárlabda csarnokában. A Hawaii-szigeteken egyelőre semmi nem zavarja a tökéletes nyarat, pedig a texasinál sokkal erősebb, 190 km/h szél közelít a nyaraló paradicsomhoz. Talán csak az jelzi a közelgő veszélyt, hogy a helyiek sorban állnak a bevásárlóközpontok előtt. Az ablakokat és a kirakatokat pedig elkezdték bedeszkázni. A Douglas hurikán ezekben az órákban éri el a Hawaii-szigeteket. Ennél sokkal veszélytelenebb volt az a kis tornádó tölcsér, amit az angliai Northamptonban rögzítettek meg. A forgószél felkapta a szemetet, felborította a kukákat, de nagyobb kárt nem okozott. Meghaladta a 16 milliót a koronavírussal fertőzöttek száma a világon. A járvány már 188 országban van jelen, és több mint 600 ezer áldozatot követelt. Megint elkeserítő a helyzet Európában és Spanyolországban, újra 1000-hez közelít a napi új megbetegedések száma, és a szomszédos Romániában tegnap ismét nagyon sokat, 1200 új fertőzöttet regisztráltak. A hivatalosan eddig vírusmentes Észak-Koreában pedig szükségállapotot hirdettek, miután a kommunista vezetés bejelentette, elkülönítettek egy fertőzés gyanús hatásértőt. Újra turisták lepték el Mallorca strandjait júliusban, miután a spanyol kormány a múlt hónap végén feloldotta a beutazási korlátozásokat. A Balear-szigetek Európa egyik legforgalmasabb turista paradicsoma, évről évre milliók jönnek ide pihenni. A legtöbben britek. Tavaly az összes látogató egyharmada az Egyesült Királyságból érkezett, s fejenként átlagosan 1000 eurót, vagyis mintegy 345 ezer forintot költöttek el a spanyol szigeteken. Újra kiürülhet azonban Mallorca. Franciaország és Norvégia után szombaton ugyanis a londoni kormány is utazási figyelmeztetést adott ki Spanyolországra. Mindenkinek, aki az ibériai országból érkezik az Egyesült Királyságba, kéthetes házi karanténba kell vonulni. Ezt nagyon elhibázták, túl hirtelen jött a bejelentés. Nem volt időnk felkészülni, és most mindenki pánikol, mondta egy eszexi nő. Szűk egy hónappal azután, hogy Spanyolország visszavonta a járványügyi korlátozó intézkedéseket,
újra elszabadult a fertőzés. Pénteken több mint 900 új esetet regisztráltak. Országszerte százezrek kerültek ismét vesztegzár alá. Katalóniában, a járvány spanyolországi gócpontjában szombaton két hétre bezárták az éjszakai klubokat. Románia vált a járvány egyik kelet-európai gócpontjává. Minden eddiginél több, közel 1300 új esetet regisztráltak péntekről szombatra virradóan, s így az összes megbetegedés száma meghaladta a 43 ezret. A 16 ezer aktív fertőzött közül 6300-an vannak kórházban, és 315-en szorulnak intenzív ellátásra. Újra kötelező a maszkviselés Csehországban. A pénteken éjfélkor életbe lépett új szabályozás értelmében a 100 főnél nagyobb beltéri rendezvényeken, így akár az esküvőkön is kötelező lesz a védőeszköz használata. Hétfőtől kezdődően 500 főre korlátozzák a beltéri rendezvények létszámát, és kötelező lesz a szájmaszk viselése minden egészségügyi intézményben és gyógyszertárban. Kigyógyult a koronavírus betegségből Jair Bolsonaro brazil elnök, ezt közösségi oldalán jelentette be az államfő. Legfrissebb vírustesztje negatív lett, ezért több hétig tartó házi karantén után újra elhagyta elnöki rezidenciáját. Már csak nem 2,5 millió fertőzöttet regisztráltak Brazíliában, óriási áldozatokat követelt a járvány a dél-amerikai országban. Szombaton több mint 1200-an vesztették életüket, s ezzel az áldozatok száma meghaladta a 86 ezret. Rendkívüli ülésre hívta össze a koreai munkapárt központi bizottságát, és szükséghelyzetet rendelt el Kim Jong-un észak-koreai diktátor, miután bejelentette, egy koronavírus gyanús beteget regisztráltak Kaesong városában. A hivatalos közlés szerint az illető 3 évvel ezelőtt Dél-Koreába disszidált, majd visszatért a határmenti településre, és magával hurcolhatta a vírust, ezért a várost vesztegzár alá helyezték. A távol-keleti ország kommunista vezetése idáig tagadta, hogy megjelent volna a fertőzés az országban. Elemzők azonban figyelmeztetnek, erre vajmi kevés az esély, a most meghirdetett szükséghelyzet a már jelenlévő járvány elharapódzására utalhat. Dél-Koreában is újra fokozódik a járványhelyzet. Szombaton 113 új fertőzést regisztráltak, ilyenre április 1-je óta nem volt példa. Az Egyesült Államokban naponta mintegy 1000-en vesztik életüket a járvány következtében. 5 nap alatt több mint 5500-an haltak meg, s ezzel a halálos áldozatok száma megközelítette a 150 ezret. Az aktív esetek száma szerdán lépte át a 2 milliót. Ezrek szorulnak intenzív ellátásra, a kórházak csordultig teltek betegekkel. Itthon már újabb 11 embernek lett pozitív a koronavírus tesztje itthon, és senki nem halt meg a járvány következtében. A gyógyultak száma 3329-re nőtt. Jelenleg 510 betegek, de csak 69-en vannak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen. Online közvetítésekkel, maszkkal és lázmérővel, de megtartják idén is a kolozsvári Magyar Napokat. Az augusztusi már 11. fesztivál idei elmondata az, ami belefér. Ez is arra utal, hogy a szervezők mindent megtesznek azért, hogy a jelenlegi körülmények között a legszínvonalasabb rendezvényt hívják életre. A fesztivál ideje alatt elindítanak egy online tévét is, amelyen 3 napon át követhetők lesznek a programok. A közvetítés egyik kiemelt támogatója az MTVA. Ilyen volt tavaly a kolozsvári Magyar Napok egyik gyermekek által is kedvelt helyszíne, a középkori vásári hangulatot idéző Emese Park. Bár a járványügyi korlátozások miatt idén nem nyitja meg kapuit, sokak örömére mégis lesznek gyermekprogramok. Az iszlai család eddig minden alkalommal részt vett a rendezvényen. Idén is ott szeretnének lenni, ezért igyekeznek majd időben regisztrálni a korlátozott számú szabadtéri eseményekre. Úgy alakult, hogy ez a kolozsvári Magyar Napok nálunk többszörös ünnep, mert 8 évvel ezelőtt, pont 20-án, a Magyar Napok utolsó napján született a legkisebbik lányom, úgyhogy emiatt mi extrába ünnepelünk. Tavaly még 10000-ek vehettek részt a szabadtéri koncerteken, idén azonban a Nemzeti Ünnepi Gála műsoron, Bogányi Gergely koncertjén is csak 500-an lehetnek majd jelen. Korlátozásokkal ugyan, de lesznek kiállítások, könyvbemutatók és színházi előadások is. Valamennyi eseményre előzetesen kell regisztrálni. A korábbi évek nemzetközi néptánc találkozója helyett is csak országon belüli résztvevőket várnak.
Csak erdélyi résztvevőkkel szervezzük a 22. Szent István napi néptánc találkozót, sokkal egyszerűbb formában. Lesznek Kolozsváron tértáncaink, illetve az alapítvány, Helte alapítvány székhelyén gyerek és családos programjaink. A szigorítások a csökkentett résztvevői létszám ellensúlyozásaként egy online televízió lesz az idei rendezvénysorozat különlegessége. Úgy döntöttünk, hogy egy online televízió beindításával és 3 napon keresztüli működtetésével próbáljuk mindenkihez eljuttatni az egész kolozsvári Magyar Napok nagy családjához ezt az idei rendezvénysorozatot is, és külön örömünkre szolgál, hogy ehhez a kezdeményezéshez az MTVA is csatlakozott, illetve az Erdély TV is csatlakozott, és hogyha minden jól megy, a mai tervek szerint a 3 nap eseményeiből gazdag programkínálatot fog közvetíteni mindkét televíziós csatorna. A szervező Kincses Kolozsvár Egyesület azt ígéri, folyamatosan követik a járványhelyzetet, és a programokkal igazodnak majd az aktuális korlátozásokhoz. Két világnézet összecsapásáról szól az Európai Parlament állásfoglalása, ami elutasítja a maratoni csúcson született uniós költségvetési megállapodást. Ezt mondta az igazságügyi miniszter a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Varga Judit úgy fogalmazott, a balliberális erők nem tudnak belenyugodni, hogy létezik másik politikai alternatíva is. A tárcavezető hozzátette, az EP valószínűleg megpróbál akadályokat gördíteni a brüsszeli csúcson született történelmi megállapodás elé. Le deal. Hiába érvelt Charles Michel az európai tanács elnöke és Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke csütörtökön az Európai Parlament előtt az uniós csúcson elfogadott megállapodás mellett. Az EP elfogadott egy határozatot, amelyben azt hangsúlyozták, hogy módosítani kell azt a tervezetet, amire kedden mind a 27 uniós tagállam vezetője rábólintott. Különben nem fogják megszavazni azt. A döntésből látszik, hogy a csatát megnyertük, de a harc tovább folytatódik. Reagált Varga Judit az EP határozatára a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Az igazságügyi miniszter hozzátette, a balliberális erők azonban továbbra sem akarják elfogadni, hogy van egy másik nézet is Európában. A tárcavezető ugyanakkor fölhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Parlamentnek történelmi felelőssége van. Varga Judit arról beszélt, hogy ha az EP akadályozza a tervezet elfogadását, akkor azzal nagy uniós országok csődjét kockáztatja. Az Európai Parlament már a Covid válság csúcsán sem a megoldás, hanem a probléma része volt azzal, hogy az egyes országokat, Magyarországot megtámadta a rendkívüli jogrend kapcsán. Most is azt látjuk, hogy a politikai elfogultság miatt szemellenző van rajtuk, és nem látják azt, hogy nagyon nagy európai országok nagyon nagy bajban vannak, hiszen pillanatok alatt felfuthat az államadóságuk, a GDP-ük 150-160%-ára, konkrét államcsőd fenyeget nagy alapító országokat. Az EP szerepéről szólva kiemelte, az Európai Uniót az Államok Szövetsége alkotja. Nem egy nemzetek feletti szuperhatalom. Ezért az állam és kormányfők megállapodása, az Európai Tanács következtetései adják mindig a politikai célkitűzéseket. Azt kívánom, minden magyarnak soha ne legyen kevésbé sikeres reggelje, mint a mai, mondta kedden Orbán Viktor miniszterelnök az uniós csúcson született egyesség után. A most záruló uniós költségvetési ciklusban minden csatornán keresztül elosztható 39 milliárd eurónyi uniós támogatáshoz képest egyes becslések szerint a jövőre kezdődő 7 éves időszakban csaknem 53 milliárd euróra, vagyis nagyjából 20 ezer milliárd forintra is ugorhat a Brüsszelből várható pénztömeg. Ez az éves magyar GDP több mint harmada. A lehető legjobb megállapodás született az Európai Helyreállítási Alapról a hét elején véget ért uniós csúcson. Hangsúlyozta a pénteken Szijjártó Péter a France 24 francia tévének adott interjújában. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, egyik tagország sem mondhatja meg egy másiknak, hogy kaphat-e az uniós pénzekből. Kiemelte, Magyarország számára elfogadhatatlan lett volna, hogy feltételekhez kössék az Európai Helyreállítási Alaphoz való hozzáférését. Ha nem ez lett volna a lehetséges legjobb megállapodás, akkor egyszerűen nem fogadtuk volna el. A fő célunk az volt, hogy ezeket az európai forrásokat igazságosan és objektív kritériumok alapján osszuk el közösen. Szó sem lehetett arról, hogy engedjünk bármilyen zsarolásnak, vagy annak, hogy bizonyos országok nyomást gyakoroljanak másokra. Szubjektív kritériumokat szabjanak meg a szétosztás módszerében, mondta Szijjártó Péter.
A miniszter megerősítette, a magyar kormány nem hisz az Európai Egyesült Államokról szóló elképzelésekben. Azt mondta, az Európai Unió csak úgy lehet erős, ha a tagállamai erősek, és csak úgy lesz erős, ha a tagállamai ragaszkodnak az identitásukhoz, ami a nemzeti és történelmi identitást, a vallási és a kulturális örökséget jelenti.